Szakás László, szocialista frakció vezető helyettes a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Eredetileg arra hívtuk, hogy mit gondolnak a kórházak pénzügyi gazdálkodásának központosításáról. Viszont volt itt egy érdekes beszélgetésünk a híradó előtt Németh Szilárddal, aki a Fidesz frakció vezető helyettese, és két olyan témáról esett szó, ami az ön szívéhez, meg területéhez is közel áll. Az egyik volt a rezsicsökkentés, a másik pedig a civilek, ő konkrétan úgy szokott fogalmazni, hogy a Soros Györgyhöz közel álló álcivilek, vagy az általa kitartott, már nem is tudom melyik szót használja pontosan, álcivilek kitakarítása az országból. Kezdjük talán a rezsicsökkentéssel, ezzel kapcsolatban ismét elhangzott Németh Szilárd szájából, hogy őnekik köszönhetően csökkentek jelentősen a költségek, a szocialisták idején, annak idején elszálltak az árak, és folyamatosan emelték ezeket a mind áram, mind gáz árakat. Ha pedig az Európai Unión múlna, akkor most is elvennék a magyaroktól a hatósági ár jelentette védelmet, és ezzel megint elszállhatnának az árak. Németh Szilárd nagyon szépen felmondja a napi leckét, igazából a tények meg a számok őt nem zavarják egyáltalán. Az olajnak az ára meghatározza ugye a gáznak az árát is, és mennyibe kerül egy hordó olaj, ahhoz képest lehet megállapítani azt, hogy mennyibe kerül egy köbméter gáznak az ára. Amikor 2005-ben mondjuk 50 dollár volt egy hordó olajnak az ára, akkor Magyarországon 49 forint volt egy köbméter gáz ára. Tavaly decemberben ugyanúgy 50 dollár alatt volt a gáznak az ára, ezt onnan is tudjuk, hogy nem emelte a jövedéki adót a kormány. 50 dollár alatt volt az olajnak az ára hordonként, és ehhez képest 113 forint egy köbméter gáznak az ára. Itt azt lehet látni, hogy valójában nem csökkentik ők a gáznak az árát, sőt, indokolatlanul magasan tartják, és ugye nagyon sok perünk van folyamatban, ahol megpróbáljuk azt bizonyítani, hogy Fidesz közeli cégek, mint például a MET, azok nagyon jól keresnek ezen, viszont a magyar háztartások pedig nem tudják megkapni azt az árkülönbözetet, nem tudják megkapni azt a csökkentett áru gázt, amire egyébként lehetőség nyílna a világpiaci trendek okán. Ugye Németh Szilárd meg egy olyan példát hozott, hogy annak idején direkt magasan tartották önök az egyetemes szolgáltatásnak a fix hatósági árait azért, hogy vagy az átlag árait azért, hogy ő arra utalt, hogy önökhez talán valamilyen más szempontból közel álló, de egyébként multinacionális cég, az meg sokkal olcsóbban adhassa, és ezzel piaci erőnyre tegyen szert. Itt rendszerhasználati díjról van szó, és pontosan ezzel küzdenek most Brüsszel ellen, hogy a rendszerhasználati díjat az Brüsszel szerint ugye határozatban kell megállapítani, ők pedig rendeletben szeretnék. A kettő között ugye az a különbség, hogy az egyiket azt meg lehet támadni bíróság előtt, a másikat pedig nem lehet megtámadni bíróság előtt, és ezért küzdenek, hogy ők a rendszerhasználati díjat az energiahatóság úgy tudja megállapítani, hogy az egy rendelet, amit nem tudnak megtámadni a szolgáltatók. Én úgy gondolom, hogy a mostani világpiaci trendeket kell figyelembe venni, hogy mennyibe kerül a világpiacon egy hordó olajnak az ára, ahhoz képest meg lehet állapítani azt, hogy mennyibe kerülhet egy köbméter gáznak az ára. A mi álláspontunk az az, hogy a villanynak 10, a gáznak 20%-ot lehetne csökkenteni az árából az átlagos fogyasztási szintig. Ez egy valós, és úgy gondolom, hogy mindenkinek a szociális helyzete, a lakhatási helyzete szerinti rezsicsökkentés lenne egy átlagos fogyasztási szintig. Ezt mi benyújtottuk, és a Fidesz úgy csökkent a rezsit, hogy ezt például nem szavazta meg. Úgy támogatja a magyar háztartásokat, hogy ezt nem szavazta meg, hanem hiába alacsony az olajnak az ára, hiába 50 dollár környékén van egy hordó olajnak az ára, akkor sem csökkenti a gáznak az árát 113 forintról, holott erre lehetősége múlna, és drágában adja a magyar háztartásoknak a gázt. Én úgy gondolom, ezt nem lehet magyarázni. A tények, a KSH-tól alátámasztott adatok pontosan megcáfolják azt, amit Németh Szilárd mond. Németh Szilárd fölmondja a leckét, de a tények, meg a számok azok egyáltalán nem zavarják. A KSH-nak remélem azért ő is hisz. Civilek. Arról beszélt Németh Szilárd, hogy ezek a szervezetek, amelyeket ők most célkeresztbe állítottak, már a születésüknél arra jöttek létre, hogy politikai feladatot lássanak el, és ezt a politikailag korrekt nemzetközi tőkéhez kapcsolató érdekvilágot kényszerítsék Magyarországra. Hát először én azt gondolom, hogy kezdjük akkor a CÖFF-fel.
Biztos, hogy a CÜF az egy olyan civil szervezet, amelyik meghatározott célokra jött létre, egyáltalán nem politizál, és azoknak a céloknak, azoknak megfelelően eleget tesz, akkor a teleplakátolja az országot politikai. A civil összefogás fórumról beszélünk, ami aztán nem vádolható Soros Györgyhöz való közelséggel, de arra utal, hogy a kormányhoz való közelséggel inkább. A kormányhoz való közelséggel inkább, hiszen az ő plakátjai borítják el Magyarországot tele politikai tartalommal. Én nem tudom, hogy mi az a civilen vállalt cél, amit egyébként ez a szervezet fölvállalt. Mi azt szoktuk mondani, hogy a CÜF az annak a rövidítésére, hogy a civil beöltözött fideszesek. Valójában itt erről van szó. De ha komolyra fordítjuk, és Németh Szilárd tényleg a civileket, tehát a társadalmi kontrollnak az egyik legnagyobb megtestesítőjét, ott, ahol politika mentesen feladatokat látnak el, megpróbálják a társadalmi kontroll szerint a hozzáférhető adatok alapján számon kérni a kormányt, vagy éppen tanácsokat adni a kormánynak, vagy éppen kritizálni őket, hátrébb szorítani, Damoklész kardját a fejük fölé tenni, ugye, hogy vagyonbevallást kelljen készíteni a vezetőiknek, semmi köze ahhoz, hogy a vezetőnek mennyi vagyona van, és hogy miből gazdálkodik egy ilyen civil szervezet. Ilyet demokrata nem mond, főleg nem olyat, hogy el kell takarítani őket. Miért hat megfélemlítőleg, hogyha vagyonnyilatkozatot kell tenni? Nézze, hogyha valaki vagyonnyilatkozatot tesz, mi ez már hozzászoktunk politikusok, de hát azt általában egyébként felkapja a média, arról nyilvánvalóan lehet nagyon sokat írni, és lehet embereket lejáratni. Semmi köze ahhoz... Mármint, ha semmi rosszat nem tesz, akkor miért lehet lejáratni a vagyonnyilatkozatával? Mert mondjuk olyan életkörülmények között él, amit be is lehet úgy mutatni, hogy kérem szépen, ő egy végtelen módon gazdag ember, és az nem arra a következtetésre fog majd esetlegesen jutni a kormányzati média, hogy valaki, hogyha a végtelen jómódú ember és ebből civil szerveződéseket is szeretne támogatni, sőt, akár még vezet is, és egy helyes célt szolgál, hanem bemutatja, hogy kérem szépen, ez az ember ez így él, és az irigységfaktorra hat, és ezzel el lehet lehetetleníteni egyébként embereknek a munkáját. Ez megint a Damoklész kardja, de még egyszer mondom, ő azt is mondta, hogy el kell őket takarítani Magyarországról, tehát hogyha a társadalmi ellenőrzésnek, a társadalmi kontrollnak a szervezet formában megjelenő részeit, tehát itt a civil szervezetekre gondolok, őket el kell takarítani Magyarországról, nem pedig azt az utat választják, hogy hát kevésbé korruptan kellene kormányozni, kevesebb korrupciógyanús ügyet kellene véghez vinni, illetve nekünk pedig, mi pedig nem tudnánk ezeket feltárni, akkor úgy gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lenne, aki nem lop, annak nem kell félni attól, hogy a civil szervezetek, vagy éppen bármilyen társadalmi kontrollt ellátó szervezetek ezt fel fogják tárni. Önök mire számítanak, milyen további lépések lehetnek még ezen az úton? Én attól félek, hogy Németh Szilárd, amit mondott, azt nem magától mondta, hanem ebben nagyon eltökéltek, és rálépünk egy ilyen putyini útra, ahol a civil szervezeteket, a kormányzatot támadó, kritizáló szervezeteket, azokat egyre nehezebb körülmények közé hozva, egyre jobban háttérbe próbálják szorítani, mi pedig minden eszközzel fogjuk segíteni azt, hogy ezek a civil szervezetek továbbra is el tudják látni azt a jogvédő, azt a tényfeltáró munkát, amire én úgy gondolom, hogy minden egyes demokráciának szüksége van. Még egyszer mondom, demokrata ilyet nem mond, és annak a politikának, amelyik ezt támogatja, a magyar közéletben nincsen helye. Kórházak, ugye ez egy teljesen más téma, de most az év elején derült ki, amikor kaptak egy levelet az intézményvezetők, hogy a pénzügyi számviteli osztályaikat, dolgozóikat átvenné az Állami Egészségügyi Központ, úgy, hogy egyébként ugyanazok a dolgozók, ugyanazoknál a számítógépeknél, ugyanazokban a székekben és szobákban továbbra is végeznék ezt a munkát, csak más lenne a főnökük. Önök szerint ez semmit nem mond meg, sőt rossz lesz. Miért? Hát egyfelől rögtön belekódolnak a rendszerbe egy konfliktust, hiszen a gazdasági vezető eddig a kórházigazgatónak tartozott elszámolással, most pedig nem a kórházigazgatónak, hanem az AEK igazgatónak, vagy az AEK felettesének fog majd az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felettesének tartozik majd elszámolni. Tehát a gazdasági vezető és a kórház vezetése között eleve egy érdekkonfliktus lesz a második. Én bocsánat, csak erre reagálva azt mondja a szaktárca, hogy a kórház vezetőinek a gazdasági jogköre, hatásköre megmarad. Ők egyszerűen csak rá fognak látni a helyzetre. Hát a gazdasági jogköre megmarad, de nem írhat alá számlát, nem írhat alá szerződést, és nyilvánvalóan mindent jóvá kell hagyatni az AEK-kal, akkor az egyik állításból valamelyik nem igaz, valószínűleg az előző nem igaz, tehát hogy megmarad az önálló gazdálkodása, nem marad meg az önálló gazdálkodása. Egyfelől ez a probléma, másfelől az a probléma, hogy nem ez
nem ez fogja megoldani az alulfinanszírozottságot. Nem lesz több pénz a rendszerben, csak egész egyszerűen a számológépeket, meg a bércetliket, amiket kapnak egyébként, meg a bérszámfejtését a gazdasági apparátus dolgozóinak, azt átteszik egy másik helyre, és úgy gondolják, hogy ettől az a 70-100 milliárdos luk, ami évente keletkezik az egészségügyben, és ezt látjuk, hát minden évben ennyivel kell évvégén kipótolni az egészségügyi költségvetést, az majd megoldódik ettől a 70. Mondjuk ezt senki nem állította, hogy 100 milliárdos lyukat fognak befoltozni pusztán azzal, hogy egységesítik a pénzügyi számviteli rendszert. Hát azt mondta az államtitkár, Onodiszőcs államtitkár úr, hogy mennyivel könnyebb lesz így a kórházaknak, hiszen így akkor a gazdasági apparátusnak ugye nem őnekik kell a bérüket állni, és így akkor sokkal könnyebb lesz a kormány, sokkal könnyebb valamennyi forrás is felszabadul az kórházaknak a helyzete. Én beszéltem kórházigazgatókkal, azt mondták, hogy talán a többi intézkedést is, hogyha figyelembe veszik, akkor talán egyébként nullára kijön, tehát többen nekik nem fog ez kerülni. Egyfelől, másfelől pedig, hát azért gondolom, hogy a gazdasági apparátus nem keres 70 milliárd forintot. Ennyi hiányzott a tavalyi évben, előtte 110 milliárd forint hiányzott. És mindezt teszik úgy, hogy gépbeszerzésre, amortizációnak a pótlására, kéziműszereknek a beszerzésére, gyógyszerek beszerzésére, eddig az az ÁEK, amire rá akarják bízni ezt a gazdálkodást, még egyetlen egy sikeres közbeszerzést sem folytatott le. Azóta egyébként nem is nagyon pótolták ezeket az eszközöket, pedig azoknak is van valamennyi élettartamuk. Az a központi irányítás, amelyik akár fél évet is képes tartozni a rezidenseknek a bérével, amit ugyancsak a kórházaknak kell havonta valahonnan kiszorítani, tehát valamire nem jut, hogyha a rezidenseket ki akarják fizetni. Na most ugyanerre a szervezetre, ami ugyanekkorákat hibázik, arra akarják rábízni a kórházak gazdasági irányítását. Én úgy gondolom, hogy ezzel nem megoldják a problémát, ezzel tetézik. Hát láttuk már, hogy mi történt az oktatásban, láttuk, hogy mi történt akkor, amikor a Klikben folyamatosan központi gazdálkodás folyt, és amikor központi gazdálkodás folyt, akkor mit láttunk? Fejetlenséget, káoszt, meg botrányokat, ez várható az egészségügyben is. Jobb lesz egyébként ön szerint most a Klik, hogy 59 tankerületet fogunk majd látni? Hát ezt a szakértők én nálam jobban tudják, én jobban szerettem azt, amikor dekoncentrált szervekben lehetett helyileg meghatározni azt, hogy mi a fontos, mi a prioritás, nagyobb volt a szabadság. Nyilvánvalóan ez egy, hogy úgy mondjam, macerásabb dolog, mert sokkal többet kell vele dolgozni, de az oktatás tekintetében, ugyanúgy, mint ahogyan az egészségügy tekintetében, nem az egyszerűség és a gyorsasága a fő szempont, hanem az, hogy pontosan, jól és megbízhatóan végezzék a munkájukat, mert szerintem úgy a betegek, mint ahogyan a tanárok, diákok és a szülők is ugyanezt várnak el ezektől az intézményektől. Köszönöm, hogy elmondta az álláspontját. Köszönöm szépen.